Üdvözöllek! Ebben a videóban egy olyan programmal ismerkedünk meg, amely abban segít, hogy az állandó monitor bámulás, vagy hát éppen a laptop kijelzőjének a bámulása a legkevésbé legyen megterhelő a szemünk számára. Ezt úgy teszi, hogy megváltoztatja a kijelző, ami lehet éppen egy monitor, vagy éppen egy laptop kijelző, tehát megváltoztatja a kijelző színhőmérsékletét, igazodva ahhoz, hogy jelenleg milyen napszak van, azaz, hogy természetes fény van éppen, vagy már inkább sötét van, és felkapcsoljuk a világítást, vagy éppen esetlegesen sötétben dolgozunk. Ehhez képest állítja be a színhőmérsékletet, hogy ez minél jobban igazodjon a környezethez, minél kevésbé legyen megterhelő a szemünk számára. Ez a program a Flux nevet viseli, hogyha erre így rákeresel, ez itt nem egy elírás, valóban van a nevében egy pont. Tehát, hogyha erre rákeresel, akkor itt rögtön a legelső találat. Itt van rögtön a letöltés gomb. Hát én ezt már letöltöttem és telepítettem. A telepítés nagyon egyszerű, gyakorlatilag egy klikkel megoldható. Azonban ez elérhető Mac-re, illetve Linux-ra, valamint iPhone, illetve iPad-re is. Szóval, hogyha letöltötted és elindítottad, akkor valami ilyesmit fogsz látni. Ez így rögtön megjelenik, ezt persze el lehet tüntetni, illetve itt a tálcán is megjelent az ikonja. Ide kattintva be kell állítani, hogy jelenleg éppen hol vagy. Erre rá lehet keresni, hát most legyen éppen Budapest, keresés, és akkor látható rögtön meg is találta. Rá kell kattintani, így. És akkor utána az OK-ra kéne kattintani. Ezzel az aktuális hely az beállításra került. Ez azért fontos, mert ugye nyilvánvalóan maga ez a program nem tudja, hogy éppen nálad nappal van, vagy este van. Illetve a másik, ami gondot jelenthet neki, hogy az is elképzelhető, hogy te nappal is sötétben kényszerülsz dolgozni, vagy legalábbis nem tökéletes fényben. Tehát nem a nappali fény mellett kizárólag, hanem világítás mellett dolgozol. Ezzel lehet segíteni egyébként, mindjárt meg is nézzük. Tehát igazából ez így ennyi, beállítottad azt, hogy éppen hol vagy. Itt alul ki lehet kapcsolni egy órára. Mégpedig azért, hogy olyan dolgot végzel, ahol a színek fontosak, akkor ne legyenek eltorzítva a színek esetlegesen. Szóval ezzel ki lehet ideiglenesen ezt kapcsolni. Aztán a settings-re kattintva itt megjelenik az a beállítás, amit éppen az előbb mondtam. Vagyis, hogy meg tudjuk adni, hogy milyen világítás van nekünk. Daytime, az ugye nappal. Hát itt a daylight van, a nappali fény, tehát gyakorlatilag külön világítás nélkül. Illetve az at night, hogy éjjel. Jelenleg ez itt halogénre van állítva. Itt vannak a különféle értékek. Hogyha neked ettől eltérő, akkor azt tudod itt finomítani. Illetve a location-t itt is be lehet állítani. Vagy amit mondtam, hogyha netán te nappal is világítás mellett kényszerülsz dolgozni, akkor azon itt is lehet segíteni, amint látható. Hogyha ez kész van, akkor odánra kell kattintani. De egyébként optimális körülmények között ez jól működik, tehát hogyha nappal-nappali fény mellett dolgozol, éjjel meg hát valamilyen világítás mellett, amin itt tudsz variálni egy picit, hogy minél kellemesebb legyen a szemednek, és akkor dán. Hát ez be lehet zárni ezt az ablakot, ettől függetlenül a program az háttérben fut. Hogyha erre kattintasz valegérrel, akkor ez megjelenik. Ha jobb egérrel, akkor pedig néhány opció. Hát ami itt talán érdekes, az a movie mode. Ez filmek nézése közben lehet érdekes, ezt mondjuk kipróbálhatod. Aztán a világítás éjjel, hát most látható halogénre van állítva jelenleg. Ez a K, ez a Kelvin, ami a színhőmérsékletet jelenti. Az 1200 Kelvin az a melegfehérnek nevezett fény, tehát ez ilyen sárgás, és minél jobban emelkedik a színhőmérséklet értéke, annál inkább megy át hidegfehérbe. Ezek már ilyen enyhén kéknek tűnnek. Persze a sunlight az még nem az, legalábbis az 5000 Kelvin értékű napfény az még nem olyan. Tehát itt látható, hogy ki lehet választani a fény típusát éjjel. Aztán itt is ki lehet kapcsolni egy órára, illetve a napfelkeltéig ki lehet kapcsolni. Egyébként itt látható nem érhető el minden, de ide kattintunk, hogy expand color range, akkor látható, hogy most már elérhető lenne a többi is, de ehhez újra kéne indítani a számítógépet, de majd akkor ezt később. Tehát ez igazából ennyi, itt a háttérben működik, itt a settingsre kattintva, ahogy mondtam, lehet finomítani a nappali, illetve az éjszakai fényeken is, hogyha neked esetleg eltérő lenne attól, ami egyébként elvárható. Hát ugye elvárható az, hogy nappal nálad is világos van, és nincs szükség külön világításra.